Gratulálok a 7. B-osztály táncához, és úgy gondolom, hogy egy néptáncos osztályfőnökkel csak sikert lehet aratni egy néptáncgálán. Kérek az osztályból két képviselőt, aki átveszi a mai alkalomra készített ajándéktárgyakat és az emléklapot. Gratulálom még egyszer, és köszönöm szépen! A néptánc bemutatókon, gálákon mindig nagy sikert aratnak a különböző eszközös táncok, melyek nagy koncentrációt és fegyelmet követelnek a táncosoktól. Az ilyen típusú táncok fejlesztik a figyelem és koncentráló képességet, a ritmusérzéket és az élet minden területén oly fontos idő- és arányérzéket. Szólítom a színpadra az 5. A osztály képviselőjét. Kedves szülők és jelenlévők! Az 5. A osztály 5. éve táncol. Közülünk sokan a karcagi járandás néptáncsoportba jár. Somogyi néptáncokat fogunk most eljárni, és fogadják sok-sok szeretettel. És...
gratulálok az 5. A-osztálynak a látványos előadáshoz. Kérek két képviselőt az osztályból, aki átveszi az ajándékot és az emléklapot. A gála első részében bemutatkozott és nagy sikert aratott a felső tagozatos diákjainkból szerveződött néptánc szakkör. Most műsorunk záró részében sok szeretettel ajánlom figyelmükbe az alsó tagozat néptánc szakkörét, mely ebben a tanévben alapult a 3. A-osztály tanulóiból. A szakkör tagjai rendszeresen szerepelnek rendezvényeken, legutóbb a Szent Család napi megemlékezésen, illetve a Magyar Kultúra napjára rendezett városi ünnepségen mutattak be hangulatos koreográfiát. A Madarász Imre Egyesített Óvoda által márciusban megrendezésre kerülő Apró lábak néptáncgálán intézményünket ők fogják képviselni. A mai délutánon nyírbökönyi táncokat mutatnak be. Tiétek a színpad!
Néptáncszakkörnek ehhez a felvetetes hangulatú előadáshoz, és szeretnék megköszönni Rita nénének a sok energiát és munkát. A 18. Györfi Néptáncgála utolsó műsorblokját végzős osztályunk nyitotta meg, és a másik végzős tanulói közösségünk fogja bezárni, akik jássági táncokat hoztak nekünk a mai alkalomra. Szólítom a 8. B-osztály képviselőit a színpadra. 8-osok lettünk. Szinte hihetetlen, hogy ez az utolsó néptáncgálánk. Mindig örömmel készültünk rá, ahogy ebben az évben is. Osztályunk jársági táncot fog előadni búcsúzóul. Kérem, fogadjon szépen! Thank you.
hangulatos műsorért. Kérek szépen két képviselőt az osztályból, aki átveszi az ajándékokat és az emléklapot. Kérem a 8. A osztály tanulóit is a színpadra felfáradni, valamint a két osztályfőnököt, Andor László Istvánné és Posztósné Gyarmati Éva tanárnőket. Kedves 8. diákjaink! A mai napon 8-szor álltok itt a színpadon, és teszitek feledhetetlenné a győrfi néptáncgálákat. Most utoljára képviseltétek ebben a formában iskolánkat, osztályotokat. Kérlek benneteket, búcsúzzatok el a győrfi néptáncgálától. Megőrzésül átvettük. A Györfi Néptánc gálánkon hagyomány a búcsúzó néptáncosainkat egy tarisznyával ellátni, melyekbe szimbolikusan belehelyezzük mindazt, amit magukkal vihetnek a néptánc tanulásával. Kreativitást, a mozdulatok kultúráját, a mozgás kifejező erejét, testi és térbeli biztonságot, a szabálytartás képességét, a másik ember megértését, másokkal való együttműködési készséget, bátorságot, határozott fellépést, önismeretet, önbizalmat és önfegyelmet. A tarisznyák átadására tisztelettel felkérem Pánti Ildikó képviselőasszonyt, iskolán nyugalmazó igazgatónőjét, Molnár Pál urat, önkormányzati képviselőt, az iskolaszék elnökét, Kovács Miklósnét, iskolánk igazgatóasszonyát, Gulyás Zsolt atyát, intézményünk lelki vezetőjét. 8. A osztály. Bakó Tünde. Bakó István Bence. Bakó Gizella. Beke Ferenc. Cinka Gabriella. Deli István Bálint. Giba Adrien. Giba Natália. Házi Balázs. Jenei Nóra. Józsa Szabolcs. Károly Kálmán László. Kis Gergő. Kis Attila. Kis Nikoletta. Komáromi Lili. László István. Nagy Sándor József. Perla István Kristóf. Kukodi László. És nem utolsó sorban az osztályfőnök, Andor László István tanárnő.
8. B osztály. Agócs Laura Bianca. Fazekas Bence György. Gál Kristóf. Juhász Balázs. Kántor László. Karácsonyi Nikolett. Kardos Luca. Kis Claudia Krisztina. Kocsis Bálint. Kövesi Zorka. Kun Alexandra. Márki Nóra Ágnes. Molnár Petra. Nagy Laura. Nagy Ákos. Nagy Lajos. Pánti Katalin. Sánta László Norbert. Ez Nagy Nóra Janka. Szilágyi Levente. Tasi Erika Melinda. Tóth Nikolett Tamara. Veres Angelika. És végül, de nem utolsó sorban az osztályfelnök Posztósné Gyarmati Éva. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Mihály Panna, Pesti Kitti Nóra és Szőke Eveli 8. B-osztályos tanulók versenyen vesznek részt. Számukra a tarisznya átadása egy későbbi időpontban fog megtörténni. Kedves 8-osok, ne feledjétek, a néptánc, mint összekötő kapocs embereket, kultúrákat hoz össze. Tisztelettel megkérem Kovács Miklós nét intézményünk igazgatónőjét emléklap átadására, a mai nap megrendezéséhez önzetlen segítséget nyújtó támogatóinknak. Pánti Ildikó önkormányzati képviselőasszonynak, iskolán nyugalmazott igazgatójának, a Györfi Néptáncgála megálmodójának és elindítójának. Gulyás Zsolt atyának, Karcagváros plébánosának, érseki tanácsosnak, iskolánk vezetőjének. Molnár Pál önkormányzati képviselő úrnak, az iskolaszék elnökének. Oroszné Millinkoferit a táncpedagógusnak, a mai délután szervezőjének. Szülői munkaközösség elnökének.
gratulálni Pollát Emesének, a Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány elnökének. Most kaptam az információt, hogy Szakályné Pollát Emese a Báli műsorra való próbákon vesz részt. És nem utolsó sorban, nagyon nagy szeretettel szeretnénk megköszönni Kovács Miklósné Julikának a sok támogatást és segítséget, amit nyújtott a gála megszervezéséhez. Kedves közönségünk, kedves búcsúzó nyolcadikosok, kedves segítőink, tisztelettel megköszönöm, hogy segítkeztek nekem itt a színpadon elbúcsúztatni a nyolcadikosokat. Köszönöm szépen Oroszné Minnikó Feritának azt a hatalmas munkát, amivel megszervezte, betanította ezt a néptáncgálát. És szeretném megköszönni a mai est koordinátorának a munkáját is, hiszen ez is egy hatalmas munka volt, én tudom, hiszen én is álltam ott. Köszönöm szépen Pallagi Bernadettnek ezt a hatalmas munkát, és kérem szépen, hogy... Kedves vendégeink, ezzel a 18. Györfi Néptáncgála végéhez értünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is három részben teltházas nézőtérrel mutathatták be tanulóink néptánc tudásukat. Bízunk benne, sikerült tartalmas és élményteli délutánt megszervezni önöknek. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!